Én rengetegszer találkozom azzal, hogy mondjuk a kutya fel akar enni valamit. A gazda rászól, de ugye a motiváció erősebb, mint az az akarat, ami a gazda által megjelenik. Ezt a gazda tudja, és tudja, hogy az akaratát meg kellene emelni, azaz akár keményebben odaszólni, odaharapni egyet, bármit tenni, hogy, hogy ez ne történjen meg, de fél attól, hogy a kutya sétáltató közeg mit szól hozzá. Az én mondásom mm. ugye erre az, hogy egy kutyára kevésszer kell rászólni, de akkor nagyon határozottan, mm. és azt kell minden gazdának megérteni, hogy amikor a kutya szalad ki a busz elé, mondjuk a labda után, másik kutya után, teljesen mindegy, hogy miért, ott már nincsenek eszközei.